Üdvözlet mindenkinek, 2023, 4. H. 12 -e van itt az infobubble.hu weboldalon. Ezúttal megmutatok csak mindössze két-három rövid videót, illetve igyekszem keresni hozzá kommentárt az internetről. Ez az első azzal kapcsolatos, hogy mi is az Egyesült Nemzetek szervezete, illetve a világot uraló és irányító elit terve a jövőre nézést a gyerekekkel. Ezután átérünk arra, hogy hogyan is tudják manipulálni a szavazásokat, még akkor is, hogyha nem feltétlen közvetlenül, de a közösségi média oldalakon keresztül. Amennyiben lesz időnk, megnézzük azt is, hogy milyen új munkahelyeket lehet majd a jövőben találni. Az első ezek közül igen érdekes volt számomra, egyfajta parkolási ellenőr egy kicsit innovatív a megoldás, de mindenképpen figyelemre méltó, mielőtt nekivágunk ennek Megkérnék mindenkit arra, hogy lájkoljátok, illetve osszátok meg tartalmainkat, melyeket megtalálhattok infobaba, illetve Yahoo útja néven a TikTokon, Instagramon, YouTube-on, Facebookon, valamint weboldalainkon, és ha hasznosnak, értékesnek találjátok munkánkat, akkor támogassátok, azt köszönöm azoknak, akik ezt megtették eddig. Ez tehát az új világrend hírek az infobaba.hu weboldalon 2023. 4. hó 12-én. Mielőtt neki kezdünk ennek a videónak, azt szeretném leszögezni, hogy rengeteg olyan dolog van, törvényi szabályozás, ami úgy gondolom, hogy hasznos, még akkor is, hogyha esetleg nem a jó szándéká mögötte, de kétségtelenül valamit csinálni kell ezekkel a dolgokkal szabályozni. Nem azt mondom, hogy minden törvény, amit hoznak, az gonosz, vagy az rossz, csak azt mondom, hogy ki lehet használni a törvényhozást arra, amire a világot ulaló és irányító elit használja, az pedig azt, hogy az emberek jogait csökkentse időről időre, napról napra, és a végén eljussunk oda, ahova szeretnék, hogy eljussunk, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag az emberek nem lesz semmije, és nem is lesznek jogai, hanem egyfajta házi állat lesz, vagy haszonállat talán így még helyesebb. A TVO csatorna, amely egy kanadai hírcsatornáról már beszéltem számos alkalommal, és arról szól ez a rövid videó, hogy ki fogja a gyermekeket online biztonságban tartani. Ugye az az állítás, hogyha mindenkit egyenlőként kezelünk az interneten, akkor az azzal jár, hogy a gyerekeket felnőttként Kell majd számon tartani. Így indult az internet, és valamit tenni kell ezzel. És ami belebonyolódik, bár ő nem beszél konkrétan arról, amit mindenki úgy ismer már, hogy gender elmélet, vagy gender elmélet, ez a zűrzavar a nemek kapcsán, de aki figyelt, az hallotta, hogy arról beszél, hogy egy gyermek az még nem teljesen kifejlődött felnőtt. Nem veszi számításba ez az elgondolás azt, hogy a gyerek az még nem egy teljesen kifejlődött felnőtt az, hogy még szükséges fejlődnie a gyereknek, illetve élettapasztalatot gyűjteni. Most, ha itt azt mondja egy szakértő, hogy a gyerek még nem kifejlett felnőtt, mint ahogy nem az, akkor hogyan lehetséges, hogy meghatározhatja, hogy milyen nemű, és odáig jutottunk, hogy eldöntheti azt is, hogy mikor alakítatja át magát, mikor kezdi meg hormonálisan, akár fizikálisan, vagy csak társadalmilag ezt a fajta átalakulást. Szóval egyik oldalon azt mondják, hogy még nem elég fejlett, szükség van tapasztalata és fejlődésre ahhoz, hogy az internetet használja, de ahhoz nem kell, hogy fejlődjön, hogy eldöntse, hogy milyen nemű. Most ha megfontoljuk azt, amiről beszélt ez a hölgy, és megnézzük ezeket a híreket, ez például npr.org, ahol arról írnak, hogy Kalifornia elfogadta azt az új törvényjavaslatot, amely lényegében egy menedékhelyé teszi. Azon transznemű gyermekek és vagy szüleik számára, Kaliforniát, akik szeretnék megkezdeni a nem átalakító procedúrát, de nem tudják megtenni az államban, amelyben élnek, tehát elvándorolhatnak Kaliforniába, most az számomra még nem világos, hogy a gyermek egyedül is mehet-e. De szinte biztos vagyok benne, hogy igen, mert túlságosan liberális Kalifornia, különösen meg bizonyos része az Egyesült Államoknak. Ugye Texas például, vagy Alabama, az tiltja a gyermekek a serdülőkor alatt ezt a nem átalakító folyamat megkezdését gyermekek számára. De van más államok is, 21, hogyha jól értelmeztem ezt, ahol nem lehetséges ez itt egy transznemű hölgy arról beszél, és nem is tudom, hogy hölgy vagy férfi, nem tudom melyik ez, de a lényeg az, hogy az ő 12 éves lánya az szociálisan, vagyis társadalmilag már három évvel ezelőtt megkezdte ezt az átalakulási folyamatot, ami azt jelenti, hogy mindenki elkezdi úgy kezelni a gyermeket a környezetében, minthogyha lány lenne. Ugye azt mondja, hogy 12 éves lány, tehát fiúként született, vagy férfiként, úgy értem, hogy hímnemű, akkor inkább így fogalmazok, viszont lányként éli az életét. Tehát már kilenc évesen, kilenc évesen már elkezdte ezt az átalakulást, három éve tart ez, míg az előbb azt mondta a hölgy, hogy az interneten veszélyben vannak a 12 év alatti gyerekek, majd mindjárt el fogja mondani, hogy 12 éve határozták meg azt a korhatárt, ugye a közösségi média oldalakon eddig, amitől már felnőttnek számít, de még szükség van fejlődésre, illetve tapasztalatra, úgy hogy közben már kilenc évesen itt megkezdheti ezt az átalakulást. Sőt, Kaliforniában, ez <laughs> nagyon durva ez az egész. Ez NBC News, ahol ugye itt, itt beszélnek arról, hogy Alabamában például ez tilos, sőt, bűncselekmény az orvosi illetve egészségügyi szakembereknek segítkezni ilyen nem átalakító kezelések során 19 év alattiak számára, de ezek elmenekülhetnek most már Kaliforniába, hozzáférhetnek ehhez a fajta orvosi ellátáshoz. tennessee szintén a törvény tiltja ezeknek a kezeléseknek az elkezdését a serdülőkor előtt. Na ennek eredményeképpen a szülők úgy döntöttek, hogy elvándorolnak a saját államukból, és így jutottak el Kaliforniába, Kaliforniában pedig elfogadták ezt a törvényjavaslatot, ami lehetővé teszi a gyermekeknek az átalakulását már Erdülőkor elő, illetve átalakítás ez. Zárójában még annyit hozzátennék, hogy Scott Wiener az a szenátor, aki ezt a törvényjavaslatot előterjesztette, aki olyan törvényjavaslatokért is felelős, mint például az, hogy egyéterműen létezik tehát egyfajta célkitűzés a világ vezetői részéről arra, hogy hogyan tudják a gyerekeket elvenni a családtól. És lehet, hogy ez még a távoli jövőnek tűnik sokak számára, ami most történik Amerikában, de az nem azt jelenti, hogy ez nem fog idáig is eljutni. Sőt, hogyha abból indulunk ki, hogy mindenféle aberráció meghonosodott már Magyarországon is, és onnan indul a többsége, akkor arra a következtetésre kell jutnunk, hogy egy nap ez is el fog ideérkezni, és az a nap az roham léptekben közeledik, szerintem. Na de térjünk vissza ehhez a videóhoz. And Következményei ennek a döntésnek, hogy ilyen alacsonyan határozták meg a korhatárt ugye a közösségi média oldalakon 12 éves, láthatók mindenféle egészségügyi intézményekben, hogy az mennyi problémát okoz a gyermekeknek. Tehát túl korán nem érdemes elkezdeni használni még a közösségi médiát sem, de el lehet kezdeni a nem átalakító procedúrát. Szóval sort of of really just, just nem működik, you know? nem működik ez a fajta egyenlőség, koncepció vagy elképzelés, amikor a gyerekekről van szó. Szóval nem lehet úgy kezelni a gyerekeket, mint a felnőtteket, de attól függetlenül még a gyerek eldönteti, hogy az fiú vagy lány, vagy a másik nem, vagy hogy akar élni, vagy mostantól hogy fog öltözködni, aztán fogja magát el, meg Kaliforniába, és nem is tud vele csinálni sen senki semmit, hiszen, hogyha valaki figyelte ezt a törvényjavaslatot, amit elfogadtak, akkor látotta az, hogy Kalifornia úgy kezeli ezeket a menekülteket, akik odaérkeznek, amit egyébként gender turizmusnak is hívnak már, mint ideiglenes kaliforniai polgárokat vagy lakosokat, tehát teljes mértékben a kaliforniai jogrendszer érvényes ezekre az emberekre, akik odaérkeztek. The, concept of treating everyone equal as a utopian outcome means you treat a child as if they're an adult, and then there's a lot of decisions that children are not enabled to make, and ez tehát, ahogy mondja, egy utopisztikus koncepció, hogy úgy kezeljünk egy gyereket, mint egy felnőttet, mikor ha arról van szó, hogy az internetet használja, és ez nem működik. De megmutatom még egyszer. Nem képes meghozni egy, egy rakás döntést a gyerek, tehát nem lehet úgy kezelni, mint egy felnőtted. Ennek ellenére, ugye, ahogy mondtam, ezekben a hírekben, meg végtelen másban, ez nem állítja meg a hatóságokat abban, hogy engedélyezzék azt, hogy eldöntes a gyerek, hogy ő milyen nemű. Ez csak egy a végtelen ellentmondás közül, amelyet a hazugság generál, a világot uraló sötétség és hazugság az ezzel jár, hogy egy ponton kibukik az, hogy ez csak egy ostoba elgondolás. Mert a hazugságot nem lehet fenntartani hosszú távon. Ezért van ez a rengeteg összefüggéstelen törvény, meg elgondolás, meg filozófia, ami mostanában teret nyert úgy az emberiség köreiben. Mert a hazugságot lehetetlenség fenntartani hosszú távon, ugyanis mindenhol ezek a lyukak jelentkezni fognak. Nem is lehet nagyon hibáztatni az embereket azért, hogy nem gondolkoznak, hiszen annyi minden nyűg van az életben, ami eltereli az ember figyelmét. Természetes, hogy elkerüli az ember azokat a témákat, amik bonyolultnak vagy komplexnek tűnnek, de sajnos szerintem van egy olyan probléma is, hogy nem képesek gondolkodni az emberek valami oknál fogva. De nézzük, mi az, amit mond a hölgy tovább, aztán majd megnézzünk még néhány hírt. And Szóval kialakul egy olyan fajta háló internetről beszél, vagy akár csak közösségi háló, az embereket, nem csak a gyerekeket, hanem úgy általában véve az embereket is áruként kezeli. És azt szokták mondani bár, azt hiszem, hogy ez sem, ez sincs tisztában a többség, hogyha nem látod, hogy mi az ami az áru, hogy mi az, amit el akarnak neked adni, akkor te magad vagy az áru, a te időd az, és te, a te elméd az, amit oda szánsz, ami az árucikk, és ez, ez így van a közösségi média oldalakon, amelyek ingyenesek, azonban az ember figyelme az az árucikk, amit eladnak a különböző cégeknek a reklámmal, illetve az adattal, amit összegyűjtenek tőlünk, amiben beleegyezik mindenki, akarva, akaratlanul, hogy azt összegyűjtsék róla. Az érzékenyebbek lehet, hogy jobban járnak, hogyha ezt a részt átugorják, mert a világ annyira bizarr lett, hogy most már egy normál hír is azt kívánja meg, hogy ilyen figyelmeztetéseket eszközöljek, szóval kasztráltak, megbánta és pert indított a nem átalakító műtétje után egy férfi. Csak azért akarom ezt megosztani, mert azt állítja, hogy nem tudott eleget a nem átalakító műtét következményeiről, és élete legnagyobb hibájának nevezi. Egy brit homoszexuális férfi pert indított a nem átalakító műtétje miatt, mert nem tájékoztatták megfelelően a műtét előtt. Hát, hogyha egy férfi nem tudja eldönteni azt az adatok tükrében, hogy ez helyes döntés, vagy nem, egy felnőtt ember úgy értem, akkor hogy fogja eldönteni egy 12 éves gyerek, vagy egy prepubertás gyerek, aki még a serdülőkort sem érte el? Na ez az abszurditása a világnak, amiben élünk, és ide vezet az a fajta morális relativizmus, amit a többség szeretne most elsajátítani csak azért, hogy ne kelljen engedelmeskedni a teremtőnek. Origó 400%-kal nőtt a kiskorúakon végzett nemi megerősítő műtétek száma Amerikában. 2022. október 26. Ez kiskorúak, akikről szó van. Miért hát meg mindenki? 400 százalék, a a négyszeresére növekedett kiskorúakon. Egy friss jelentés szerint a e féle már 14 év alatti lányokon is elvégeznek. Azt írja, hogy nemi diszfóriában szenvedő serdülőkön végzett melkasi rekonstrukciós műtétek száma 400 kal nőtt. Négyszeresére. Ez a melkasi rekonstrukciós műtét, ez más eh, szóval, eltávolítása a, me a női mellnek lényegében. Három év alatt százról 489-re nőtt ezen műtétek száma 16-tól 2019-ig. Térünk vissza ez a videóhoz. Ugye, ami nem alkalmas a gyermekkorhoz, ez a fajta árucikként való kezelése az embernek. You know, the tech sector has traditionally Mindenkit a közösségi média cégek 13 éves kor fölött úgy kezeltek, mint egy felnőttet, és neki ezzel, ezzel problémája van, ezt ő kifogásolja, de azt nem kifogásolják, amitről az előbb beszéltem, a nem átalakító műtétekkel kapcsolatban. And that simply isn't right, yeah? Any... Szóval az nem helyes. Azt mondja, hogy az nem helyes, hogy úgy kezelik őket, mint felnőttek. De, de arról nincs szó, hogy persze nem őt hibáztatom, úgy általában a világnak az abszurditását akarom megmutatni. Nem az ő hibája az, hogy, hogy ő ezt beszéli, mert nem tudom, mi az ő álláspontja arról, hogy, hogy ez a nem átalakító műtéte kapcsolatban. Viszont úgy általánosságába véve mindenkinek látnia kell azt, hogy mennyire bizarr a világ, amiben élünk. Szóval mindenki, 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 aki valaha volt gyerek, tudja, vagy látott gyereket, vagy, vagy szülő tudja, hogy még nem teljesen kialakult az a gyerek. Ez, ez az, amit szeretnék én átadni, hogy hogy lehet akkor mégis, hogy ugyanakkor elfogadjuk azt, hogy ha úgy dönt, hogy ő mostantól kezdve férfi vagy nő, vagy akármi, amit csak akar. És én bízom benne, hogy nem veszi senki ezt támadásnak, az, aki esetleg ezzel a problémákkal küzd, vagy ebben a helyzetben van, mert nem annak szánom, nekem majd, hogy nem csak mindegy, hogy ki mit csinál magával, bár szeretném elkerülni, hogy abba a helyzetbe kerüljön, amiről ez a férfi is beszámolt, hogy megbánja később, mert innen már aztán nincs visszaút, ha valaki felszabdalthatja magát, vagy esetleg kémia úton megállítja a pubertáskort, akkor annak már harangoztak utána. De haladjunk tovább. From 13 to 18 and says anybody in that age group deserves protections. And I, and I make this point that most kids who come to harm are between the age of 15 and 18. Szóval 13 és 18 év között az egy veszélyeztetett életkor szakasz, amit védelmezni kell a közösségi média oldalakon, sőt a legtöbb támadás 15 és 18 év között történik. És hogy visszatérjek a kezdeti témára, miközben van ennek ahhoz, hogy az elit mit akar az emberek gyerekével, az, hogy e e szépen lassan arra szólunk a felé, hogy ezekkel a törvény szabályozásokkal lehetővé válik az, hogy az állam egyre nagyobb és nagyobb hatalmat gyakoroljon bárkinek a gyermeke fölött. Szóval el fogja érni azt a pontot, amikor az emberek meggyőzhetek lesznek arról, hogy jobban járnak, hogyha az állam él lesz a gyerek, mint hogyha a sajátjuk and they come to between 10 and 12 at night. So, you know, we know that we need to deal with teenagers. Szóval valamit kezdeni kell a tínédzserekkel, mert igen nagy veszélyben vannak a közösségi média oldalakon. The second thing is that traditionally uh, the sector has only dealt with children on sites that are that, that are directed at children. So és eddig a törvényi szabályozás általában azokra a gyerekekre fókuszált, akik direkt gyermekeknek szóló weboldalakat használtok, míg most már, ahogy mondtam, ki fogják terjeszteni a jókat az összes weboldalra. So, you know, uh, and, uh, Illetve a hatáskörüket inkább. You know, children aren't only where you want them to be. They're all over the internet, and that doesn't include things like TikTok and Facebook and Instagram and all. Szóval mindenféle helyekre eljutnak a gyerekek az interneten, ami nem feltétlenül pozitív számukra. Hát pontosan ezeken a helyeken sajátítják el ezeket a gender ideológiákat, meg hogy az ember lehet most már non-bináris, vagy lányból fiú, fiúból lány, vagy akár bármi ezek között, meg még ki tudja mennyi ilyen fantázia szülte gender tud az ember magára aggatni, ha akar. Sőt, lehet egyik pillanatban, ez a másik pillanatban. Az. Érthető. A hazugság az olyan, mint pontosan, mint ez a szituáció, amiben vagyunk. Védeni akkor azt állítja, hogy védeni kell a gyermekeket online, a TikToktól, az Instagramtól, meg a YouTube-tól, meg ezektől a dolgoktól, ugyanakkor hagyd döntse el, hogy milyen nemű, miközben pontosan ezeken a helyeken szedi össze ezt az egész ideológiát, meg életfelfogást. Nagyon érdekes, ahogyan a világ működik. All those places. So, so we've introduced in the code the concept of likely to be accessed. So any service likely to be accessed by a child must put in these protections for their child users. És eljutottunk oda, hogy minden olyan szerver, ahova valószínűleg vagy feltehetően illetve lehetőség szerint el tud jutni egy gyerek, az mostantól kezdve kénytelen ezeket, megtenni ezeket az óvintézkedéseket. Szóval egy, azzal, hogy a gyermekekre kiterjesztik a hatáskörüket, ez az egyik győzelem az egyik oldalon, a másik oldalon viszont a szolgáltatóknak a jogkörét sikerül szintén. Egy kicsit a saját irányításuk alá vonni, sőt, ezzel cenzúrázni is azt, hogy mi az, ami ott történhet, mivel a büntetésnek utána már ott fog lebegni ugye a veszélye, hogy én üzemeltetek egy weboldalt, ahol én közzétezek akármilyen információt, és oda ellátogat hat egy gyerek valamikor, szóval nekem azt valamilyen formában moderálnom kell, és ha ellátogat, akkor meg is büntetetnek, meg stb. 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 Érthető? Szóval számos ponton offenzívát indítottak, az, az egy szabadságjogokról szól tulajdonképpen. Egyrészt a gyerekhez való jog, a saját gyerekhez való jog, másik oldalon pedig a szólásszabadság, illetve az információ közléséhez való jog, meg lehetőség. Ő is elismeri egyébként, hogy ez a döntés, ez az eljárás, ez egy radikális, ami eddig még talán nem volt jelen, ezzel fejezi be ezt a videót. And Szóval ez ez egy olyan fajta reform, ami számos olyan szolgáltató, számos, hogy az interneten el tudja képzelni mindenki, ezek ilyen 10-100 millió felhasználó meg weboldal. Olyan bekerült a törvénynek a hatája alá, aki eddig nem volt benne. Úgy van, ahogy mondom, szépen lassan ezeket a jogokat a kormány, illetve a kormányzatok visszafogják maguknak foglalni. Volt egy rövid idő, amíg lehetőségünk volt az információt közölni szabadon, de ez a háború az internetnek a korlátozására elkezdődött gyakorlatilag abban a pillanatban, amikor az internet létrejött. Most, hogy megfertőzze az egész világot, most már korlátozhatják. Még visszatérve ez a transznemű dologhoz, már hivatalosan is nemet váltatnak a magyar transzneműek. Ez egy 2022 novemberi cikk. A magyar helyzetől csak annyit, hogy eléggé konzervatív ez, ami szerintem egy pozitívum abban, ahogyan működik a magyar jogrend és a jogrendszer, ugyanis Magyarországon nem lehet megváltoztatni a születéskori nemet utólag a hivatalos papírokban, mint a személyi, a lakcímkártya, a jogosítvány. Szóval aki, amilyen neműnek született, azt már nem tudja megváltoztatni később. Bízom abban, hogy mindenki, aki megnézi ezt a videót, érti pontosan, hogy mi az, amire ki szerettem volna térni, mi az, amit mondani szerettem volna ezzel. Érkeznek a gyerekekért, akár tetszik, akár nem, és azon a nap közeledik, amikor a szülőnek nem lesz joga a saját gyermeke fölött, én úgy hiszem, hogy ez elkerülhetetlen. Szóval nem is tudunk már ezzel mit csinálni ez csak érkezik ez a nap, és, és ez a hajó ez elment, hogy, hogy képesek lesznek -e elvenni valakitől a saját gyerekét? Én azt hiszem, hogy igen, annyiféle törvény létezik, hogy egyszerűen csak túl sok oldalról meg van támadva az ember, meg a család, úgyhogy nem nagyon lehet majd elrejtőzni, meg, meg elbújni ezzelől, jogilag legalábbis szerintem lehetetlen és aztán az új világrendben meg csak egyszerű lesz, ha nincs valaki beoltva, az, az a gyermek veszélyeztetése, hogyha nem úgy hívja, ha nem úgy nevezi, ha nem engedi, hogy kiteljesedjen, hogyha nevelni akarja, ha büntetni akarja, ha veri, ha akármit csinál, előbb-utóbb mindenki bekerül majd ebbe a szórásba. Úgyhogy szerintem a jövő egyértelműen az, hogy a gyerekeket elveszik az emberektől, és a, a következő jövő az pedig a, a gyerekeknek a tenyésztése, vagy a ebbe a mesterséges módon való létrehozása annak érdekében, hogy a társadalomban a lehető leghasznosabb legyen majd az a gyerek. Ez egyfajta gattaka, vagy akár a Fortress című filmben is hasonló jövő volt, de számos más egyéb, akár ez a android gyártás, vagy a robotizálás, ez mind-mind azt próbálja sugalni, hogy az embernek az ideje lejárt, és a tradicionális családmodellnek vége. A következő videó, az, ez rövid lesz, és nem is fogom hosszúra nyújtani, ez csak alátámasztandó azt, amit már ezerszer elmondtam. A közösségi média oldalakat nem technológiai géniuszok hozták létre garázsokban, meg semmiből szegényen ott ilyen kis rossz számítógépeken kísérletezve ezeket az Amerikai Egyesült Államok és a világ kormányai közös erővel összehozták, és aztán elindították. Ennek semmi köze nincs ahhoz, hogy mi megismerkedjünk egymással, hogy megosszuk a híreket. Semmi ilyesmiről nincs szó. Ez azt a célt szolgálja, hogy monitorozni tudják az emberiségnek a viselkedését, illetve manipulálni, és hogy ez a, a gépi tanulási rendszer fejlődhessen több milliárd embernek a napi interakcióiból tanul ez a rendszer, és így fejlődik, és megismeri az emberiséget, és képes leutánozni azt. De hallgassa mindenki meg ezt a videót, és akkor rá fog jönni, hogy mindvégig ez úgy volt, ahogy az őrült összeesküvés elmélet hívők mondták, és igenis a kormányok manipulálják a háttérből az úgynevezett közösségi média oldalakat. Twitter with nem csak az FBI-jal volt heti találkozója a Twitter vezetőségének, hanem mindemellett még az igazságügyi minisztérium képviselőivel. Not just the FBI, with DOJ, with DHS, with DNI hanem a nemzetbiztonsági ügynöksége vagy hivatallal szintén, valamint emellett a nemzeti hírszerző hivatallal is. Heti találkozói voltak a Twitter vezetőségének. De haladjunk tovább. To szóval egyfajta alkotmány ellenes szenzúrát működtetett mindezen hivatalokon keresztül a kormány a 2020-as választások idején. We know that because the Twitter correct. Most már ezt tudjuk a Twitter dokumentumokból, és ez egy meghallgatás a házbizottságban, és a kérdés az, hogy ez így van-e. Wow. Így van, ez így van. És azt válaszolta a meghallgatott, hogy pontosan. Not just meetings, not just censorship of... Nem csak találkozókról van szó, vagy különböző történeteknek a cenzúrázásáról. Úgy, mint hogy említi a Biden laptopot, amikor hogy arról volt szó, hogy Hunter Biden valami ukrán kapcsolatokkal rendelkezik, nem is tudom pontosan azt. Szóval nem csak ilyen történetekről volt szó. Szóval az FBI, illetve maga a kormány ezen keresztül, hát

Mindezek mellett annyi FBI alkalmazott ment a Twitterhez dolgozni ebben az időben ezeket a megfigyeléseket végezni, hogy kénytelenek voltak létrehozni saját kommunikációs csatornákat a Twitternél, illetve szakmai rövidítés rendszereket azért, hogy kommunikálni tudjanak. Ezt pedig megerősítették szintén ezek a Twitter dokumentumok, hogy ez a kérdés most. Twitter that, correct? Correct. És ez így van, világos? Ez az egész mindig is így volt. Ez nem csak egy ilyen izolált eset, hogy ó, most pont a választások idején ez történt. Ez mindig is így volt. This is the, oh. definition, of the definition of election meddling. by the FBI és ez azt jelenti, ez a definíciója egyébként a választási csalásnak lényegében, és ezt a fajta csalást az FBI volt az, aki elkövette. On of Democrats, paid for by the US taxpayers. A választásnak ezt a befolyásolását tehát az FBI követte el a demokraták javára, úgy, hogy azt az adófizetők pénzéből finanszíroztak. Kíváncsi lennék, hogy most mit gondol a többség, hogy ki is az őrült valójában? Mert egyre inkább úgy néz ki, hogy az, aki eddig őrült volt, az igaza volt mindvégig, és az valahogy csak látta a dolgokat. És az azért van, mert az atya segít minket, mert szeretné, hogyha vissza tudnánk találni hozzá, ugyanis tisztában van azzal, hogy a világot uraló hazugság az csak szimplán túl sok a számunkra, hogy rájöjjünk. Ezért ő kitalált mindenféle módszereket arra, hogy közölje velünk az ő igazságát. És ez az, amit én és azok, akikkel együtt dolgozom, csinálunk ezen a csatornán. Bízom abban, hogy hasznosnak találtátok ezt a videót, hamarosan újra jelentkezem. Ez az új világrend hírek. 2023. 4. 12-én az info.hu -web weboldalon mindenkinek a legjobbakat, és halleluja!